1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezik. A műsort írta Kazi Mária. A felhasznált irodalom dr. Hermann Robert hadtörténész egyetemi tanármunkái. Közreműködnek Árendás Bence, Kis Gergő, Vízt Gergő, Vízt Máté, a zenekar Román Géza vezényletével, a Német Nemzetiségi Dalkör Godó Zoltán névezetésével. Felidézzük a 176 éve történteket, valamint tisztelgünk az 1849. október 6-án kivégzett vértanúk előtt. Szokásunkhoz híven megkérem Szabó Zoltán atyát és Pap Szabó Simonetta, tiszteletes asszony, mondják el imáikat. A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek, írta Vörös Marti Mihály. Kedves testvérek, ez a tisztelet gyűjtött össze minket, hogy megünnepeljük március 15-ét. Kitűztük magunkra a nemzeti színű szalagrózsát, azaz a kokárdát. És az 1848-as forradalom ifjaira és a szabadságharc hőseire, mártírjaira emlékezzünk. Föltekintünk rájuk, mert a legnemesebb eszményért, a szabadságért, hazánk függetlenségéért küzdöttek. Hálával gondolunk ma is nagy elődeinkre, akik meggyújtották a szabadság lángját, és most a béke álmát alusszák. Ma az ő lelküdvükért égjen ez a mécses, és aztán hangozzék az ima. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, imádkozzunk az igazságtalanság és a háború áldozataiért, azok üdvösségért, akik hazánk szabadságáért áldozatot, élet áldozatot hoztak. Az előimádkozott fohászokra majd válaszoljuk, kérünk téged, hallgass meg. Add, hogy az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában kegyelmet vezesse, hallgass meg, Urunk! Áld meg minden jó akaratú embert, aki Magyarország boldogulásán és szabadságán fáradozik, hallgass meg, Urunk! Adj örök nyugodalmat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek, áldozatainak, hallgass meg, Urunk! Adj örök nyugodalmat nekik! Nyugodjanak békében! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Megemlékeznek a március 15-i eseményekről. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Jakab leveléből, a második részből, a 12. verset eképpen. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az emlékezés lehetőségét,
Köszönjük, hogy adtál elénk olyan példaképeket, akik életüket nem kímélték, és harcoltak a mi szabadságunkért is. Mennyei Atyánk, Te állítottad őket elénk, és látjuk, hogy nekünk is az életünk kisebb és nagyobb harcait nem úgy, mint nekik, de meg kell vívnunk. Ehhez adj nekünk erőt, és kérjük tőled azt a feljebb való meglátást, amelyet Szent Lelked adhat, hogy túllássunk az itteni földi életünkön, a földi harcainkon, és megláthassuk azt, hogy ami Jézus Krisztusunk mekkora áldozatot hozott értünk, mekkora szabadságharcot vívott értünk. Nem kevesebb áldozat ez, mint amit megemlékezésünk alkalmával ezek a hős atyafiak tettek, de mégis feljebb való, hiszen a mennybe juttat bennünket. Köszönjük neked, hogy itt a földön és a mennyben is békességünk van. Békességünk lehet, ezt harcolták ki nekünk, és ezt várhatjuk. Mennyei Úrunk, köszönjük, hogy ezért is fohászkodhatunk hozzád. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És fennállva fogadjuk Istenünk áldását, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Következzen a hímnusz, énekeljük közösen a kórussal és az emberek. A 300 éves függőség után
néhány évtized alatt Európa politikai, kulturális mozgalmainak hatására az erősödő hazai értelmiség, a haladó nemesség rádöbbent arra, hol tart a magyar bont, mit kéne megváltoztatni. Erről szóltak a reformkori országgyűlési viták, ismertek lettek azok a nevek, akik a változást akarták, egy nemzetállam létrejöttét. A reformkor nagyjai elindították a nemzetet a 19. század modern Európa útján. 1848 a forradalmak tavaszai. Forradalmak törtek ki Párizsban, Olaszföldön, a német államokban, sőt Pécsben is. Pozsonyban és Pest-Budán megszületett a 12 pont, a nemzet akarat. A nemzeti dal is készen állt a nagy bemutatóra. A bécsi forradalom hírére 1848. március 15-én a pesti ifjúság is az utcára volt. Esőben járták a helyszíneket. Egyre több férfi tűzött a kabátjára, asszonyuk által vart bokárát. Nyomdalátogatás után kézbe vehették a 12 pontot, a nemzeti dalt, melyek az egész napot learanyozták. Nem tudott a tömeg betelni. Már a helytartó tanács ijedelme és merevsége sem vette el a kedvüket. Petőfi Sándor, nemzeti dal. Tartra magyar, hiamazok. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem lesznek. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem lesznek. Sehonnai, bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rogy élete, mint a haza becsület. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk. Ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mi drákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborgolnak, unokáink leborgolnak. És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Március 15-én délután az újonnan elkészült Nemzeti Múzeumhoz vonultak az ifjú. A tömeg egyre nőtt, és színesebb lett a város lakóival és a vására feljövő vidéki emberek. A 12 pont nemzeti dal beszédnek. Este a várba indultak a lelkes fiatalok, kiszabadították Táncsicsot, a Magyar Színházban a Bálvánt játszották. Itt is a 12 pont és a nemzeti dal túlvölt. Jókait azonban lapokban az a szépsége is búzsba ütött. A boldogság, felszabadultság, a bizakodás határtalan volt. Valószínű, ezen az estén csak gróf Széchenyi István gondolt az elkövetkezendő nehézségekre az ifjúság szerenágya után.
március 15-én hajnalban Bécsbe induló hajón tartózkodó országgyűlési küldöttség csak később értesült arról, Pest-Budán mi történt, hogy kitört a forradalom. Önálló magyar kormány felállítására, egyéb a 12 pontban szereplő követelések elfogadására kérték volna a császárt, ha fogadta volna a küldöttséget. Sok nap telt el, mire a szorongatott helyzetben lévő császári udvar engedélyezte a kérelmet. Részünkről időnyerés volt a cél, nem az egyetértés. Óriási munka, szervezés indult az intézmények létrehozására. Megalakult az első felelős magyar minisztérium. Az országunk nem rendelkezett önálló fizetőeszközzel, nem volt hadseregünk, iparunk, bankjaink. Szervezni, szervezni, szervezni. Pénz nélkül. Támogatás sehonnan. Gyűjtések, magánvagyonosok segítettek csupán. A lelkesedés nagy volt, a veszély legalább ugyanakkor. Pénzt verettek, a Kossuth Bankból. Elkezdték a hadsereg a nemzetőrség szervezését. Az osztrák hadseregben szolgáló tisztek, katonák tértek haza. Álltak a kormány elé. Hiszen nem lehetett tudni, meddig lesz béke. A külföldön működő szolgáló nagykövetek figyeltek, kutattak a lehetséges támogató segítő nemzetek felé, de hiába. Mindenki várakozott. Azán nem volt fontos a kártya. Itthon létrejött a Honvédelmi Bizottmány Kossuth vezetésével. Fegyver kellett, megindult a fegyvergyártás Lánner György vezetésével Nagyváradon. Semmiből előteremtve, megszervezve mindent. Az erdélyi Gáboráron ágyú döntött, sokszor harangokból, hihetetlen erő, lelkesedés működtette a tevékenységüket. A katonának egyenruha kellett, megindult a ruhakészítés, zömében kézi munkával, meg önkéntesen. A nyár a fellobbanó nemzetiségi lázadásoktól vált még forróbbá. Szerbek voltak az első, aztán a császári udvar felbújtására megjelent a félkatonai csapataival Jelasics Horváth bán, végig pusztította a délvidéket. A meglévő magyar katonaság és a kaszát, kapát ragadó lakosság Pákoznál, majd Ozoránál megverte, legyőzte a betolakodókat. Így jutott először szerephez Görgei Artúr, a forradalom kiemelkedő nagyvezére. A mozgalmakat, az erős hadsereg hiányát Kossuth Lajos toborzó körúttal szerette volna megoldani. Lelkesítő beszédeire tízezrek állnak katonának önként jókedvűen. Yeah.
Vagy kell-e még több, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk?
e hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveink valánk. Ősze és a tél. Fájdalmas bukások és csodálatos győzelmek ideje volt. Itt még 1848-49-ben lovas utánvitte a híreket. Elkéstek, levelek keresztezték egymást. Nincs kémszervezet, telefon, ritka a titkos megfigyelés. Minden ment a maga útján, emberi erővel, hibákkal. Windisgrécz herceg csapatai lassan, de decemberben elérték Budát. A kormánynak menekülnie kellett. Irány Debrecen. Kocsikon, szárnokon, egy szakaszocskán vonaton, még nincs vasúthálózat, vitték az iratokat, sőt a koronázási ékszereket is a saját ládájával. A debreceni nagy templom lett az új országház. Innen irányították a forradalom további eseményeit. Sok idegen, főleg lengyel tábornok jelent meg hadságban. Nem volt mindegyik olyan képességű és álhatatos, mint Józsefben. Hiányzott belőlük a név és a helyismeret. Még havasak voltak a Tátra hegyei, amikor őrgei irányításával a Branyiszkói hágónál fiatal diákok harcoltak az osztrákok ellen. Győzelem! Ez volt a tavaszi hadjárat kezdete. Hadjáratok sora következett, híressé vált tábornokaink irányításával, váltakozó sikerrel. Többek között Buda is újra magyar kézre került. Tiszt vagyok. A láta közlegénység tisztelkedve megyen el mellett. Én pirulok, gondolván magamban, nincs igazság ebben. Nekünk kéne köszönteni őket, mert mi nálunk sokkal többet. Tiszteljétek a közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. Velük állunk a csaták tüzében. De mi tudjuk, hogy miért csatázunk. Mert van, ami győzelemre buzdít. Vagyon elvünk, van tán gazdaságunk, s von előre csábító varázsa a dicsőség ragyogó szemének. Tiszteljétek a közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. Ők az elvet hírből sem ismerik, és a haza kemény mostohájuk. Izzadásuk díjában nekik csak kenyeret vett, s rongyot dobrájuk. S zászlajához, hogyha odaállnak, nyomorért csak új nyomost cserélnek. Tiszteljétek a közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. S mit tudják ők, mi az a dicsőség? S ha tudnák is, mi hasznuk van benne? Nincsen lap a történet könyvében, ahol nevük fölényezve lenne. Ki is győzné, mind fölírni, akik tömegestül elvérezének. Tiszteljétek a közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezér. Ha megtérnek csonkán a csatákból, koldusbotot áldalmaz a nékik. S ha elesnek, a felejtés árja foly sírjukon, s nem minket végig. És ők mégis neki mennek bátran az ellenség kardjának, tüzének. Tiszteljétek a közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezér. Közben változott a nemzetközi helyzet is. Első Ferenc József néven új császár köszönhetett a birodalom a 18 éves ifjút, aki több mint 60 évet tölt majd a birodalom élén. Neki nem kellett a korábbi aláírásokat, egyességeket letartania. Az első cselekedetei közé tartozott, hogy találkozzon a cár fő felségével, aki gyűlölte a forradalmakat. Arra kérte, a hadi kiadások átvállalása mellett indítson csapatokat a magyar hadsereg ellen Erdélyen és Helvidéken keresztül.
Lengyelország akkor nem létezett, a Habsburg a porosz és az orosz birodalom része volt. Innentől Magyarország sorsa megpecsételődött, bár csapataink értek el sikereket sorban, így Kossuth is bizakodó volt a jövőt illetően. Talán csodákban is hittek, valamilyen külföldi segítség formájában. Így áprilisban kiadták Debrecenben a függetlenségi nyilatkozatot, amely kimondta hazánk függetlenségét Ausztriától. A harcok folytatódtak. Már orosz, osztrák hadakkal kellett szembenéznünk. A helyzet egyre elkeserítőbb, kilátástalanabb lett. A cserélődő levelek nem mindig a helyzet megfelelő ismeretéről tanúskodtak. Egyre gyakrabban vetődött fel a fegyverletétel, a békekötés terve. Nem csoda, hiszen az új osztrák hadvezér, a véreskező hajnok tábornok, kinek egyik levele így szólt Radetzky tábornagyhoz. A magyarok 300 év óta mindig lázadók. Csaknem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelki ismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód. Intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalmának. Kegyetlen volt, irgalmatlan, már a kinevezéstől kezdve. Július 31-én Erdélyben Segesvárnál szenvedett súlyos vereséget Benn serege. Egy augusztusi beszélgetés során Kossuth, Görgei, a kormány tagjai között még a cári utód kérdése is felmerült. A Habsburgoknál? Soha. A különböző hadtestek, kiket még nem győztek le, egymástól távol voltak. Nem lehetett őket egyesíteni. A tárgyalások Paszkevics és Rüdiger orosz hadvezetőkkel folytak. Egyértelmű volt. Feltétel nélküli fegyverletételbe egyeznek csak bele. Másút nem lehetett. Ez cári parancs volt. Görgei hit a szabad elvonulásban mindannyiunk számára. A hadvezetés napokig nem volt tisztában Temesvár elestével. Így csak két nap múlva mondott le Kossuth és kormánya. Majd adta át a teljhatalmat Görgeinek augusztus 11-én, teljes egyetértésben, levelek bizonyítják ezt ma is. Augusztus 13-án világosnál Görgei Artúr, Magyarország teljhatalmú megbízottja, az orosz Rüdiger tábornok előtt feltétel nélkül letette a fegyvert. Oka, túlerő, külső segítség hiánya, lőszer hiány, teljes kiégés, összeomlás volt. Csalódnia kellett. Csak az ő élete maradt meg, a többiekre halál, besorozás várt, az osztrákoknak adták át őket. Ő 1867-ig osztrák várbörtönben töltötte éveit, és haláláig viselte a megbélyegző árvó nevet. Az egyetlen Komárom vára maradt, mely hadtest nem adta meg magát. Ez az erőd érték volt a Habsburg udvarnak, ezért a várkatonái szabad elvonulást nyert. A többi egység fokozatosan letette a fegyvert, és a vezetők, katonák osztrák kézre kerültek. A kivándorlás, menekülés nyárulta tartott, a fegyverletétel csak fokozta. 1848. augusztus 11-én így tett Kossuth Lajos és a minisztertársai hívei is. Török földre távoztak, Orsován ellépték át a határt. Vidin volt az első város, ahol tartózkodtak. A korona is menekült a koronaőrökkel, Szemere Bertalan utasítására. Orsovágig jutottak vele, ott az erdőben elásták a ládájával együtt. Arad, 1849. október 6-a. Fegyverletétel után kegyetlen bosszú következett. Anyja, hű maradt önmagához.
A valamikori császári sereg, az elbukott magyar sereg ezredesei, tábornokai, katonái voltak a célpontok. Az ő kivégzésük Aradon, a bécsi forradalom bukásának évfordulójának október 6-ára tétetett. Halálán golyó és pitófa. Ha végighallgatjuk a névsort, az ország minden nemzetiségét megtaláljuk az elítéltek között. Német, szerb, horvát, örmény, magyar. Színes volt az etnikai paletta. Golyó és lőpor által halt kis Ernő, Svejt József, Dezsőfő Arisztit és Lázár Vilmos. A további 9 tábornok kötél által távozott szeretteitől. Böltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Nézics Károly, Nagy Sándor József, Leningen Veszed Károly Gróf, Kaurik Lajos, Tamjanics János, Vécsei Károly Gróf. Öntudatos, hazaszeretettel teljes sorokkal búcsúztak. Ezen alapon halt Pesten hősi halált Gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium elnöke golyó által. 175 éve történt mindez. Tisztelet a hősöknek. Közel 20 évnek és sok szenvedésnek kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy létrejöjjön a kiegyezés 1867-ben. A dualista állam kialakítása, amely a következőt jelentette, monarchia. Bécs-Budapest központtal működött, közös volt a pénzügy, hadügy, külügy. Más témákban hazánk önállóan dönt. 1867-ben az ünnepélyes koronázásra is sor került, megfelelő pompával és a magyar koronával. Az ékszerek 1853-ig bújtak a mocsárban. Az osztrák titkos rendőrség ásatta ki, Bécsbe, majd Budára szállította. Ott pihent évekig. A boldog békeidők, mondták később, Budapest kiépülése, az ipar, kereskedelem, vasúthálózat kialakult, megépült, működött. Gyárak, bankok alakultak. A mai Budapest jelentős középületei erre az időre datálódnak. Budapest virágvárossá lett, itt indult az első föld alatti Európára. 1894-ben dísztemetéssel búcsúztak Kossuthtól. A századvég a millennium jegyében zajlott. Egészen az első világháborúig, 1914-ig épültünk, szépültünk. Köszönöm szépen!
koszorúzás az emlékművér közösen történik. Koszorúznak Tarján község önkormányzata, Német nemzetiségi önkormányzat, a katolikus és református egyház, a német nemzetiségi óvoda és iskola képviselő. A koszorúzás után a szózat hangjaival ünnepségünk véget ér. Thank you.